Rihó Rihárd vagyok, Balassagyarmaton születtem, jelen pillanatban Patvarcon élek. Testépítésben és fekvenyomásban versenyzek. Katasztrófa védelemnél dolgozok főállásban, másodállásban a favágóként tevékenykedek. Körülbelül 2 év fogalmazódott meg bennem az a gondolat, hogy én testépítő versenyen is elindulhatok. Több ismerősöm, több barátom mondta, hogy próbáljam ki, jó hozzá a genetikám, jó a felépítésem hozzá. Az első versenyszezon 2017 őszén volt, az első versenyen nagyon jól sikerült, mindjárt az első versenyemen a 3. helyezetet sikerült elérnem. Elindultam a 2018-as őszi versenyszezonba, ami számomra nagyon jól sikerült. Ha előtte odarakták volna elém, hogy milyen eredményeket érek el, én azonnal aláírtam volna. Mostantól a Protein Boss csapat tagja vagyok, ez nagyon a segítség számomra, és további motivációt ad a idei versenyekre való felkészülésbe. Célom az idei őszi szezon, szeretnék világbajnok lenni. Most a csigásgépet fogom bemutatni biceps használatra. Ez a gyakorlat nagyon sokat fejlesztett a biceps izomzatomon, el volt maradva a többi izmomtól, ezért nem voltam annyira esztétikus. Ez a csigás gyakorlat számomra azért pozitív, azért jó, mert folyamatos terhelést ad, és megfelelő síkon szögbe tudom húzni a súlyt, ezért az izomzatomnak folyamatos terhelést nyújt, folyamatosan durran, és megfelelően izolál is. A dupla biceps pózoknál nagyon fontos gyakorlat, mert magasítja a biceps izomzatot, és a póznál is ugyanezt a pózt kell felvenni, mint a gyakorlat során. Csigásgépet használunk, ugye számunkra megfelelő súllyal. Fixre támasztjuk az egyik fölünket, a könyökemet mindig felfelé nyomom. Fogóra nem szorítok rá, mert akkor az alkorom átveszi a terhelést a felkoromtól. Kihangsúlyozom, hogy a könyökem följebb áll, mint a vállam mindenféleképpen. A terhelést a kézfejem külső felére viszem, tehát fordítok egy kicsit a fogón. Fej vonalam mögé húzom be, hogy a biceps izomnak meglegyen a megfelelő csúcs összehúzódása, majd vissza kiengedem, de nem teljesen engedem ki, hogy a izom terhelés alatt maradjon végig. 15-20 ismétlést csinálok, a megfelelő súlya, ami számomra a legnagyobb terhelést adja. Általában az utolsó 4-nél az a legjobb, hogyha már az ember belerömik. Ezzel a gyakorlattal kezdem általában a keredzésemet. Nagyon fontos számomra, megfelelő bemelegítést megadja, izolálja az izmaimat, a sérülés veszélyét így nagyon mértékben el tudom kerülni. Általában 5-6 sorozatot csinálok 15-20 ismétléssel. Szerintem a biceps egy kis izom, bár a testépítésben nagyon fontos szerepet tölt be. Nagyon oda kell elfigyelni, nem szabad neki lódulni mindjárt hatalmas súlyokkal, nekiállni, mert nagyon sérülés veszélyes, nagy súlyos edzés során akár el is szakadhat. Műtéttel is elég nehéz rendbehozni, ezért vigyázzunk a bicepsünkre és alaposan melegítsük be mindig.